Az 1784-ben II. József által alapított mezőhegyesi ménesbirtokot és tangazdaságot 2004-ben privatizálták, majd azzal, hogy az állam 2016-ban megvásárolta, a teljes csődtől mentette meg. Eddig több mint 20 milliárd forintot utalt át fejlesztésekre, amelyek folyamatosan zajlanak a három történelmi ménes otthonául szolgáló, valamint 8500 hektár szántóval, 40 aranykoronás földdel, valamint 1500 hektár erdővel rendelkező birtokon. A kormány elvárása a mezőhegyesi nemzeti ménesbirtokkal és mintagazdasággal szemben, hogy 5 éven belül Magyarország legjobb agrárvállalkozása, 10 éven belül pedig Európa egyik legjobb mezőgazdasági vállalkozása legyen ez az agrárcég, folyamatosan munkát biztosítva 500 munkatársunknak, és folyamatosan támogatva annak a településnek a boldogulását, amelyen több száz éve tevékenykedik ez a vállalkozás, nevesül Mezőhegyes városának a segítése is feladatunk. Szeretném megmutatni, hogy nem csak beszélni tudok az ország ügyeiről, és nem csak beszélni tudok kormányinfók alkalmával a kormányzat működéséről. Amiről beszélek az országgal kapcsolatban, azt meg is tudom valósítani, és ezért tekintem jó kihívásnak ezt a lehetőséget, hogy bebizonyítsa minden politikus társam számára, hogy nem csak beszélni, hanem cselekedni is tudni kell. A közös munka pedig Lázár János saját bevallása szerint a tőle megszokott feszes tempóban zajlik majd, hiszen a jelenleg 14,6 milliárd forinttal rendelkező cég következő beruházása egy terménytároló és feldolgozó, és egy szarvasmarhatelep építése lesz, valamint folyamatos az újabb, modern gépek beszerzése. Ezen kívül nem elhanyagolható tény, hogy a cég a 2018-as évet már eredménnyel zárja, melynek egy részét szintén fejlesztésre forgatják vissza, a másik részét pedig a Mezőhegyesen lévő történelmi egyházak, az óvoda, a mezőgazdasági szakképzés támogatására fordítják. Emellett hozzá szeretnének járulni a város üzemeltetéshez, és szociális segítséget is szeretnének nyújtani az ott élők számára.